akit ma egy kávéra hívtam, nem tartja magát zenésznek és fotóművésznek sem, inkább előadónak. Pedig zenél, fotografál, operatőrködik, sőt rendez videoklipekben, dalokat szerez másoknak és magának, túl van az 5. nagy lemezén, és szerintem össze se tudnám számolni, hogy hány fellépésen, és nem olyan rég egy nagy koncerten is, Éder Krisztián SP. Üdv! Figyelj, Krisztián, azon gondolkoztam, hogy ahogy ezt soroltam, ahhoz képest vagy 23 éves, szerinted, hogyha adminisztratíve 23 is vagy, ha az elmúlt 7 évet vagy 12 évet nézzük, igazából te mennyit éltél már eddig? Fú, hát biztosan sokat, meg biztosan többet, mint kellett volna. Tehát már de... a 30-as vagy, nem? Hát abszolút. Nem, talán ilyen 25-26. Annyival szerintem többet nem éltem, de igazából nincsen tapasztalatom, tehát én saját magamhoz tudok viszonyítani mindent. Ugye nem tudom, hogy mi a normális, vagy mi az átlagos ilyen téren. Az elején szeretett hullám jött, vagy először jöttek a kritikák? Tehát az arány hogy alakult? Hiszen azért, ha közepébe vágok, az is hamar eljött, hogy egy megosztó személyiség lettél. De ennek nyilván volt egy evolúciója. Az, hogy megosztó személyiség vagyok, az szerintem így, az is egy velem született dolog. Tehát, hogy nem feltétlenül kapcsolnám a zenémhez, meg így a produktumhoz, hanem szerintem alapvetően van egy olyan fizimiskám, ami megosztja az embereket. Ezen felül van még az, hogy a zeném is megosztja az embereket, meg a vizuális munkáim is. Eleinte nem volt annyira szélsőséges a dolog. Tehát amikor az első két videóklip kijött, akkor így nyilván kaptam a dolgokat, hogy eladtam magam a médiának, meg az ilyen közhelyes, semmis beszólások. Aztán később jött egy elég durva hullám, amikor így a 34. videóklipem kijött, és már egyre nagyobb közeghez jutott el a zeném, akkor így megkaptam azért a nagyját. De figyelj azért, 20 éves srácok mondjuk egy közben egyetemre is jár, ami egy mainstream közeg, de jön a kommer zenével, de az egy védett közeg, tehát egyetemistának lenni az egy olyan burok is. Tehát, hogy te olyan korban kaptál kvázi pofonokat, amikor még az ember személyisége nincs is páncélokkal felvértezve, amit majd az idő meghoz, mert jó, megszenvedjük a sorsot. Tehát ezeket hova tetted? Vagy hogy tanultad meg kezelni, Krisztián? Nem tudom, igazából egy idő után már olyan szinten immunissá váltam így a negatív dolgokra, hogy tényleg csak azokat veszem fel, amiket így fontosnak tartok. Nyilván rosszul esik, tehát hogy nem mondom azt, hogyha olvasok 10 kommentet, és abban 8 komment arról szól, hogy mit tudom én, tehát degradál a negatív jelzőkről szól, akkor az nem érint rosszul, de igazából nem teszem sehova. Tehát így tisztában vagyok vele, hogy van, elfogadom, nem tudom. Az utcára kimenni jó? Volt egy időszak, amikor elég necces volt, tehát amikor tényleg voltak így érdekes történetek, meg a BKV-vel egyáltalán járok, tehát az így kizár dolog nálam, hogy én BKV-re szálljak. Megszólítanak, vagy bántanak, vagy bármelyik lehet? Azt, hogy megszólítanak, vagy... az nem para, tehát hogy ez egy vele járó dolog, amit tudni kell kezelni. Az, hogy beszólogatnak, meg hogy esetleg tetlegességük fel a dolog, az már egy másik kérdés. Volt ilyen? Volt, aha. Szerencsére nem engem ütöttek le, hanem egy ilyen masszív tömegverekedés alakult ki a helyével, amikor mentünk a hajógyárira bulizni még annó 2-3 éve, hogy én ott szakítottam így a BKV-vel, és akkor így a magyar mentalitás kicsit így helyre tette a dolgokat bennem, azóta járok autóval. De nagyon nem érdekelnek így a negatív dolgok, tehát hogy nem... De azt nekem nem mondta, hogy te mindig ilyen verőfénnyel tudod kezelni ezeket a hullámzásokat is. Hát, amikor felrakom az új videóklipem a videó megosztó portára, aminek a fényelésétől kezdve a rendezésig tényleg mindent én csináltam, a stylingba beleszólok, a berendezésbe, tényleg mindenből kiveszem a részem, akkor ha bármibe rúg bele az ember, akkor én ezt egyből megérzem. Tehát, hogyha beírja valaki, hogy a harmadik percnél az ing az rosszul áll rajta, akkor egyből így, de hogy, tehát, hogy nyilván akkor van bennem egy ilyen nagyon nagy feszültség, de végeremény tekintve igazából annyira nem érdekel tényleg. Maximalista vagy? Hogy ez a frányaink nem úgy állt? Én azt gondolom, hogy igen, maximalista vagyok. Vannak olyan korszakaim, amikor kevésbé veszek dolgokat komolyan, de alapvetően maximalista vagyok. Mik azok a korszakok, vagy mi múlik, hogy mit veszel komolyan épp, és mit nem? Eléggé hangulatember vagyok, ami azt jelenti, hogy... Nem könnyű élet. Nem, se neked magaddal, se veled valakinek. Nem, egyáltalán nem. De mondd az ingázást. Igen, hát az? Pontosan az ingázás, ami jellemzi az életemet. Tehát, hogy van 3 hónap, amikor
tömör, depresszió, és úristen, milyen rossz nekem, és hogy most ebből hogyan jövök ki. Utána van 3 hónap, akkor mindent így azt az állat, ilyen nagyon nagy tempóval csinálok, és megyek előre. És ez így mindig ingadozik, és soha nem tudom kinőni, lehet, hogy idővel változik, de egyelőre nem nagyon változik ez a dolog. És ez így nagyon nehézé teszi a munkát ilyen szempontból, mert nyilván mindig elvárják az embertől, hogy azt hozza, amit addig hozott, és hogyha vannak ilyen válságos időszakaim, akkor az meglátszik mondjuk esetleg a munkákon is, hogy kicsit így máshogy állok hozzá. A válságnál, hogy teheted, elbújsz? Én mindig elbújok, tehát hogy én abszolút egy ilyen antiszociális forma vagyok ilyen szempontból, tehát hogy redőny le, telefon kikapcs és off. Off? Aha. És akkor ott mi zajlik? Olyankor van 3-4 olyan előadó, akinek nagyon szeretem a rendkívül emocionális és szenzitív dalait. Tehát az önsajnálatot tiszta erőből zenében is nyomod? Önsajnálat tiszta erőből, dalszövegírás, dalszerzés, kreatívkodás, olyankor mindig van. Mondod mosolyogva, ez annyira aranyos, mert most épp jól vagy, de azt mondtad nekem egyszer, hogy igazából viszont a dalok fájdalomból tudnak születni. Tehát, hogy neked kell ez az ingadozás, mert különben alkotóként a kreativitásod nem jönne? Nagyon sok vitám volt a menedzseremmel, Orsival e dolog kapcsán, hogy ennek mi értelme van, meg ez nehezíti a munkát. És végülis az lett a vége, és én arra jutottam mi magamban, hogy a legfontosabb az, hogy azok a folyamatok jelen legyenek, amik inspirálnak. Tehát, ha nincsenek meg ezek a dolgok, akkor nem születnek dalok, nem születnek olyan vizuális munkák, amik jellemzőek rám, mert hogy a munkáimnak a 90%-a az ilyen dolgokból táplálkozik. Tehát nekem nincsenek vidám dalaim, nincsenek felszabadult dalaim, tehát mindig valamilyen kicsit nyomasztó, kicsit ilyen depresszívebb hangulatú dalok jellemzőek rám. De mi az, ami bele tud csúsztatni? A kimerültség, egy csalódás? Igazából bármi, de nagyjából ez a kettő. Tehát a kimerültség és a csalódás, ami le tud húzni. Céljaim mindig vannak, tehát olyan nincsen, hogy úristen, mi lesz velem, vagy hogy most mit fogok csinálni, mit fogok kezdeni magammal, mert hogy célok mindig vannak előttem. Csak néha van egy-két olyan időszak, amikor úgy érzem, hogy kevésbé vagyok kreatív, kevésbé mennek a dolgaim úgy, ahogy mennie kéne, és akkor így ráhúzom magam erre, és akkor így magamban moskodok. Muszáj felidéznem egy élményt. Ugye volt a nagy sikerű lemezbemutató nagy koncerted, de nem sokkal előtte volt egy ciki. Uh-huh. Méghozzá ugye egy tehetségkutatóban egy élő fellépés. És én ültem a tévé előtt, és én ismerlek téged, meg tudod, hogy kedvelek is. Nekem akkor összeszorult a gyomrom és a szívem, és egyrészt megcibáltalak volna, másrészt meg fájt, hogy miért, most itt mi történik? Aha. Igazából ezt a helyére tetted, vagy de utólag felfejtetted, mert ilyet nem nagyon engedhetsz meg magadnak. Különösen amit elindított, mint hullám, az nyilván, hogy nem tesz jó. Persze. Hát nyilván végigvezettem magamban, hogy ez minek köszönhető, meg hogy miért történhetett. Amire jutottam, az abszolút nem egy ilyen technikai dolog, tehát hogy nem arról van szó, hogy én azt nem tudom megcsinálni, mert előtte énekeltem már, nem tudom, több százszor koncerteken, meg különböző helyeken. Szerintem ez egy ilyen pszichés dolog nálam, tehát nagyjából arra tudnám visszavezetni, amiről beszélünk. Tehát most pont nincsen alkotói válság, mert pont egy jó időszakom van. Viszont rengeteg munka van abban, amit csinálok, akár a zenéhez kapcsolódóan, akár a vizuális munkáimhoz. És van egy ilyen elég masszív kimerültség most így az életemben, ami kihat mindenre. Tehát most van egy olyan lépcsőfok előttem, amit én azt gondolom, hogy meg tudok lépni, csak vannak még így akadályok, amik ezt De gyakorlatilag ott megbotlottál, ha már ezt az út hasonlatot vagy a lépcsőt mondod? Azért lettél hamis? Én azt gondolom, igen. És szégyelted magad? Mit éreztél utána? Nem szégyeltem magam, inkább mérges voltam magamra, mert hogy a kvalitásaimmal tisztában vagyok, olyat nem vállalok be, amit nem tudok megcsinálni szándékosan. Tehát ilyenkor nyilván magába keresi az ember a hibákat. Mindenki jött oda, hogy hú, biztos a technika rossz volt, meg hogy fordítva volt bedugva a füles, de hogy direkt mondtam mindenkinek, hogy nem technikai baki volt, ez az én hibám, vállalom érte a felelősséget. Mondjuk ilyen még nem történt veled. Egy ilyennek a tanulságát leszűröd? Azért nehéz leszűrni a tanulságát, mert
pont nem arról van szó, hogy keveset gyakoroltam volna, vagy hogy nem lettem volna ott agyban, mert hogyha ez így történt volna, akkor tudnám hova kötni a dolgot, hogy azért történt ez, mert hogy nem gyakoroltál eleget, na, akkor legközelebb többet fogsz gyakorolni, jobb lesz. Nem erről van szó, meg egész egyszerűen szerintem egy ilyen masszív kimerültségről, ami nem tudok mit csinálni, tehát hogy akkor... A masszív kimerültséghez képest azóta is a honlapodat vizslatgatva fellépések nem kevés számban vannak, tehát akkor így megkérdezném, hogy kölyök, nem kéne vigyázni magadra? De kéne, nyilván. Az a baj, hogy januárban meghoztam, nem baj, mert én igazából egy saját döntés volt, meghoztam egy döntés, hogy idéntől ugye élőben vagyunk fellépni mindenhova, és ezt tartjuk ezt a dolgot, tehát mindenhova a zenekarra vagyunk fellépni, egy-másfél órás koncerteket adunk mindenhol, ami sokkal megterhelőbb, mint egy fél playback fellépés. Nyilván így is megterhel a dolog, meg sokkal több munkát igényel. Tehát az, hogy ezt a produkciót életben tartsuk így, hogy nincsenek vázi dömping számmal haknik, ez azért megterhelő, mert sokkal többet kell befektetni munkában, hogy életbe tartsa a produkciót így saját maga. Úgyhogy nem nagyon tudok hátradőlni most. Közben a fotós karrierem is beindult szerencsére, tehát egyre több vizuális munkám van, nagyon sok videóklipet csinálok, és így félek azt mondani, hogy na most ezt ne csináld meg, mert... De mitől félsz? Attól, hogy holnap már nem szólal meg a telefon? Aha. Még van, nem... bennem egy ilyen gát, hogy... Nem, én például nem voltam nyaralni 3 éve, mert azt gondolom, hogy ha elmegyek 2-3 hétre valahova, akkor itt megáll az élet. Nyomnak egy delete gombot, vagy mi? És ne, megáll... Hát elég gyorsan pörög egyébként a szakma, nyilván nem ilyen szinten, meg nem felejtenek el, de van bennem egy ilyen gát valamiért. Ezt meg kéne fejteni egyébként, hogy miért ez a feladatod szerintem. Sőt, ugye én arra mondatodra is emlékszem, és akkor azt mondtam, hogy a fejemet fogom, hogy te, ha elmész nyaralni is, a harmadik nap után már lent vagy az internet szobában, és nyomod, tehát hogy a pihenésre is igazából képtelen vagy. Tavalyhoz képest egyébként annyiban változott a dolog, hogy most már ezért ki tudok kapcsolni. Tehát most már van a tudatosan olyan napjaim, hogy nem megyek fel a Twitteremre, nem érdekel, mit írnak, nem érdekel, mit kérdeznek, nem érdekel, mi van a Facebookon, hanem kikap, zenét hallgatok, tévét nézek. Mondjuk ez most már 4 nap? Igen. Vagy 3,5? Nem, most már így hosszabb időre el tudom magam engedni. Milyen tehát hosszabb? Egy hétre is akár. Egy hétig fölment? Az már kérlek. Ne, azért olyan hétig nem voltam a Facebookon, ami nem volt az elmúlt 5 évben, de hogy igen, így... A szemembe nézzél, igen, nem mellé, és akkor itt össze-vissza kerekítgető. Tehát nem különösebben érdekel ez a része olyankor, amikor nem kell, hogy érdekeljem. Aha. De mondjuk azt elképzelni, hogy egy hónapig ne lépj fel, az veszélyes ma? Én nem gondolom, hogy veszélyes. Én nem gondolom alapvetően azt sem, hogy a fellépések azok, amik eltartják a produkciónak a lelkületét. Tehát nyilván abból van a profit a kiadó szempontjából és meg az én szempontomból is. De én azt gondolom, hogy az albumok, a dalok, hogy azokat hallgatják az emberek, és hogy jelent nekik valamit, ez sokkal fontosabb. Tehát, hogy én nem gondolom, hogy ha egy hónapig nem lépnék fel se, akkor elfelejtenének, sőt, tehát ezt nem akkor inkább így növelni az érdeklődést. Hát lenne egy hiányképzés, de igen. Ehhez képest mégis azt mondod, látod, 3 vagy 5 mondattal ezelőtt, hogy mi van, ha nem szólal meg a telefon. Tehát van egy ilyen kettősség? Van kettősség. Meg azt gondolom, hogy mondjuk tavalyhoz képest nyilván van mondjuk negyed annyi, vagy fel annyi fellépés, pont abból adódóan, hogy drágább a produkció, abból adódóan, hogy élő, kevesebb helyre lehet eladni, de szerintem a hosszú távhoz meg szükséges az, hogy egy minőségi dolgot nyújtsunk. Ugye egyszer ejtettem ki a számon azt, hogy kölyök, ugye a kölyök 22 is egy lemezcím, de az SP-ség, meg ez a kölyökség, ez szerinted meddig ketyegtethető? Tehát, hogy ugye elkezdtem azon gondolkozni, hogy volt a 18 éves srác, meg a 20 éves srác, meg a 23 éves srác, miért rázod a lábad, srác? Ideges? Nem, figyelek. Én csak figyelsz, jó, oké. Tehát, hogy ez vajon mennyire szorít be? Érted, hogy mit mondok? Uh-huh. Hogy vajon hova lehet ebből tovább lépni? Hiszen nyilvánvalóan ezt azért nem addig terveztük, amíg el nem jön a 28 vagy a 30. Egyrészt nem terveztem soha ilyen szinten, tehát nekem ez,
ilyen szinten nem volt tudatos, hogy én most 18-22-ig akarom ezt csinálni, és akkor addig vagyok SP, onnantól meg majd lesz valami, hanem alapvetően elkezdtem zenét csinálni, zenével foglalkozni, és az eljutott emberekhez, egyre több emberhez, és ez így kialakult. Tehát ez nem volt olyan szinten így betervezve, hogy ez idáig eljut. Tehát nincsen hosszú távú terv, hogy akkor ez vagy a... Bár most de például nyilván... stratégiád van? Hiszen ahogy azt mondtad, hogy a fél playbackből átmegyünk az élő zenélésre, azért máshova akarod pozícionálni. Amikor elkezdtem csinálni, akkor nem volt stratégiám, most már van. Tehát nyilván az életemé vált ez az egész, tehát hogy 0-20 éven ezzel foglalkozom, tehát hogy tudatossá vált ilyen szinten a produkció, nyilván van stratégia. Azért kezdtünk el élőzni, hogy komolyan vehetőbb legyen a produkció, meg hogy számomra, hogy értékesebb legyen. Másrészt meg az a zeneiség, ami jellemzi a New Wave nagylemezt, az ehhez kapcsolódik. Tehát az nem a táncosokhoz kapcsolódik, nem az imagehez, nem 100%-ban az imagehez, hanem sokkal inkább a hangszerekhez és a zenéhez. 0-24-ben, ugye mondtad ezt, foglalkozol a mindennel. Magaddal mennyit? Tehát azért látom, a bicepszed azért úgy rendben van. Tehát, hogy mennyit sportolsz, az életmódodban mennyire vagy fegyelmezett, tehát ugye időnként kipukkadsz, és akkor lehúzod a redőnyt, jó születik belőle egy dal. De valahogy ez a porhüvelynek bírnia kell mindazt a kreativitást, hogy megvalósítsa. Tehát ebben mennyire herdálod magad, vagy... Hát kikapcsolódni nagyon... ritkán kapcsolódás. Nem tudom, mi számít kikapcsolódásra. Az, hogy elmegyek bulizni, ha az kikapcsolódás, akkor szoktam bulizni. Sportolni? Edzeni szoktam konditerembe. Milyen gyakran? Heti 3-4-szer. Na. De táplálkozás? Nem figyelek rá. Rendszertelen? Rendszertelen. Gyors étterem? Nem, azt már kinőttem meg a háromszög szendvicset is, ugye a fellépések által, de szerintem a konditerem is egyébként inkább az előoldói mi voltamhoz kapcsolódik. Tehát én azért kezdtem el edzeni, mert úgy néztem ki 18 éves, mint egy 12 éves, és szerettem volna ebből a skatujából kikerülni azzal, hogy valamivel férfiasabb testalkatot kölcsönzök magamnak a konditerem által, és ez sikerült is egyébként, úgyhogy a célomat ilyen szinten elértem. Azt, hogy nem hagytam abba, az meg azért van, mert valamilyen szinten egészségesnek tartom, hogy foglalkozom a testemmel. Meggondolom, hogy közben mondjuk az ember egy kardioedzésnél úgy ki is pucolódik, nem? Tehát, hogy az is a... Vagy épp ott jár az agyad? Hát, az igazság, hogy edzek, akkor minden szett végén megyek a telefonomhoz és nézem, hogy kaptam egy e-mailt, vagy hogy ki hívott. Úgyhogy ilyen szinten átülök nem. Átülök a pszichológus székbe, akarsz róla beszélni. Tehát a függőség ott se teszed le. Igen, nem, ott sem. Tehát lemegy egy széria súlyzózás, és vész a telefon... Nem lehet, hogy fölhagyd az öltözőbe? Nem. Lehet, azt kéne, de akkor meg... Nem tudom. Akkor föl kéne menni az öltözőbe. Igen, hogy úristen, mi van, ha hívott valaki? Javíthatatlan. Egyelőre. De azért nem reménytelen. De jó, hogy kuncogva beszélsz egyébként erről, mert azért téged ez az egész nagyon éltet, igaz? Tehát minden árával együtt. Szerintem, ha nem éltetne, akkor biztos, hogy össze lennék roskadva. Tehát, hogy azért vannak olyan hátulütője a dolognak, amiről beszéltünk, ami nem egészséges, és nem tesz jót így a mentális énemnek, de vannak olyan pozitívumai, amik viszont éltetnek, és ami miért nem tudom abba hagyni, nem is szeretném. Te nem unod még, most úgy pont a férfiasságról beszélünk, tehát nem unod még, hogy a leggyakoribb komment, az egyik leggyakoribb komment az, hogy a nemi identitásodat kérdezte, meg képzeld el, csinált velem egy újságíró egy interjút, hogy milyen viszonyom van nekem a melegekhez. És nekem nagyon sok meleg barátom van, és én tisztelem a másságot, és elfogadom, és én imádom a sokszínűséget, és nincs bennem semmi erről ítéletesség. De effektív ki akarta belőlem cibálni, hogy én mondjam rád ki azt, hogy az vagy. De hogy, tehát, hogy ez ennyire téma. Aha. Nem tudom, hát hogyha én meleg vagyok, akkor mindenki. Tehát, hogy szerintem annyira... Hazamegyek a fiamat, azért megkérdezem. Nem, tényleg. Tehát nálam alapvetően elég központi téma így a lány kérdés minden szempontból. Tehát, hogy abszolút nem vagyok meleg semmilyen aspektusból. Az, hogy mindig ez a téma... Nem tudom, tehát hogy azért nem mondom, hogy van alapja, mert hogy nincsen, de hogyha valaki azt gondolja rólam, mondjuk a külsőséget illetően, hogy én meleg vagyok, vagy azért, mert mondjuk jobban öltözködöm, mint egy átlag magyar férfi. Vagy ápoltabb vagy jobban figyelsz, vagy talán én? Meg egyébként vannak feminin vonásaim, tehát hogy ez szerintem ez simán trendy. Benne van.
most akár már... trend is, de hogy ez egy olyan dolog, ami szintén beleszületett, de hogy nem tudom, tehát ez sem érdekel. Tehát így 18 éves koromtól 20 éves koromig nagyon pörögtem rajta, és így kivoltam, hogy hát de miért gondolják, hogy én meleg vagyok? Hát, hogyan? Jézusom, hogy én? És igen, és onnantól meg így nem, tehát hogy nekem igazából soha nem voltak problémáim a lányokkal semmilyen szinten, sőt, úgyhogy mindig ezen jutatom magam, hogy valószínűleg az, aki ezeket írja be, annak elég erős komplexusai vannak ezzel kapcsolatosan. Na de a 0-24-ben, érted, mert hogyha csajjal kézen fogva látnálak fotósorozatokon, akkor nyilván már akkor is azt mondhatnák, hogy kamu az egész, de hogy a 0-24-ben neked, és azt már megfogalmaztad, hogy a magánéletre, tehát a csajozásra van idő, de társra nincs. De mondjuk néha azért vágynál rá? Persze, hát szerintem mindenki vágyik egy társra. Tehát, hogy mindenkinek vannak olyan időszakai, amikor szükséges lenne az, hogy valaki ott van mellette, aki nem egy haver, nem egy barát, nem a családja, hanem egy társ. Tehát egészen máshogy működik egy olyan kapcsolat. De hosszú távon tényleg nem fér bele. Tehát, hogy ez nem egy ilyen kibúvó, hogy nem akarok barátnak, egész egyszerűen nem fér bele az életembe. Próbálkoztam az elmúlt egy-két évben nyilván nagyon sokat, nem működtek pontosan azért, mert hogy nekem sokkal fontosabb jelenleg a karrierem, mint a magánéletem. Az agyad most fölülírja a szívedet? Az agyad lobog, a kreativitásod lobog, és még nem engedi át a szerelmet? Nem tudom, hát ha most jön egy olyan lány, aki nekem a nagy ő, akkor biztos nem mondanám azt, hogy gyere vissza két év múlva, amikor már lesz reklámügynökségem, és nem tudom, ezernyi munkám. De most nincs olyan lány, meg alapvetően szerintem én a csajozásban is szerelmes vagyok, tehát hogy nem tudnám ezt így nagyon elválasztani. Hát akkor egyelőre most, ha a csajozásban vagy szerelmes, az azt jelenti, hogy jönni, menni kell, ismerkedni kell, tapasztalni kell, és abból majd egyszer csak kirajzolódik a fejedben az, hogy milyen is lehet a társad, nem? Hiszen a sokféleségből az ember úgy leveszi, hogy ez tetszik, ez nem tetszik, az nem tetszik, aztán egyszer csak megjön. Alapvetően igen, így gondolom. Másrésztről meg az, hogy nem vagyok kötött állapotban és szabad vagyok, az is tök fontos. Tehát, hogy most meg lenne kötve a kezem minden oldalról, akkor, és minden oldalról alkalmazkodnom kéne valakihez, akkor lehet, hogy így megőrülnék ebbe a dologba. Boldogságból meg hogy is születne dal? Ja, ez meg a másik, tehát hogy én nem akarok vidám lemezt csinálni. Úgyhogy igen. Tehát kerestetik egy olyan lány, akitől Léder Krisztián, illetve SP szomorkodik néha. Igen, hisztislányt keresek, temperamentumos lányt. Ez a kettő legfontosabb tulajdonsága van. Hát ezzel magadra is elmondtad egyébként már. Abszolút. Hisztis, öntörvényű és makacs. Öntörvényű ne legyen, mert akkor nem tudom, hogyan jönnénk ki, de hogy tényleg legyen temperamentum, és az nagyon fontos. Tehát én nem szeretem az ilyen vizes kifli lányokat, akik így vannak és alkalmazkodnak a másikhoz, és nincsenek önálló gondolatai, nincsenek céljai. Tehát, hogy én az ilyen Gucci táskás, nagyon szépen felöltöztetett, Andrássyn sétáló, eltartott lányokat abszolút nem favorizálom. Inkább? Legyen fazon? Legyen fazon, és legyenek tényleg céljai, és azon kívül, hogy ő egy feleség, legyen élete. Tehát ne Éder Krisztián felesége legyen, hanem legyen valaki, aki Éder Krisztián társa. Hát akire fel tudok nézni. Hát jöjjön el. De még addig úgyis dumálunk szerintem. Benne vagy? Benne vagyok, abszolút. Oké, gondolkodjunk együtt legközelebb is egy kávé mellett. Az Egy Kávé Szilinórával együttműködő partnere a budapestisminkiskola.com.